ugye az elmúlt években kialakult a MÁV-on belül egy olyan struktúra, hogy mindent különböző cégekbe szerveztek ki, hogy egy példát mondjak, a vonatnak a mozdonya és az utána következő összes többi kocsi, az külön cégben van. Az, hogy menetrendszerűen mindig pontosan késett egy vonat, az feltűnt az egyik személyszállítási üzletág vezetőnek, és megpróbálta megtudni, hogy miért van ez, és kiderült, hogy azért, mert a mozdony vezetőknek egy bizonyos helyen van egy technikai átállása. Tehát olyan struktúra jött létre a MÁV-on belül, hogy ezek a cégek nem is beszéltek egymással feltétlenül. A javításokat szintén egy önálló cég végzi. De ezt azért érdemes elmondani, mert hogy ugye az a filozófia uralkodott a kormányzaton belül, hogyha szétszedik cégekre a MÁV-ot, akkor majd az egyik cég piaci alapon a másik céget jobb működésre tudja kényszeríteni. No, hát a javítások esetében ugye pont kiderült, hogy ez nem így működik, ugyanis hogyha valakinek nem tetszett az, hogy a X nap alatt lehet valamit megjavítani, akkor nem tudta a vonatot átvinni egy másik javító céghez. Ugye nyilván nem is lehet az egy elvárás, vagy az egy szándék, hogy valaki esetleg külföldön, vagy egy másik MÁV-on kívüli cégnél javítassa a MÁV vonatait. Tehát kiderült, hogy ez a belső üzleti logika, ez nem működött a MÁV-nál. Azonban hát szétszervezték ezt a hatalmas holdingot ilyen apró kis cégekre, hogy ezzel mit tud kezdeni a mostani vezetés, ez egy nagyon jó kérdés. Más kiszervezések esetében ugye a munkaerő csökkentés volt ennek a kiszervezésnek a logikája. Például a felső vezeték karbantartás. Tehát ugye a politika azt mondta, hogy nagyon sokan dolgoznak a MÁV-nál, dolgozzanak ott kevesebben. De nem azt mondta, hogy kevesebb ember lássa el ugyanezeket a feladatokat, hanem azt mondta, hogy bizonyos emberek lássák el ezentúl külső cégben. Hát ettől természetesen nem dolgozik kevesebb ember a MÁV-nál, nem kevesebb ember látja azokat a szolgáltatásokat, tehát hatékonyabbá sem vált feltétlenül. Létrejöttek azonban olyan monopóliumok, amelyek gyakorlatilag minden gát nélkül emelhetik az áraikat, hiszen ugye monopóliumban vannak. De mondok egy másik példát is, bizonyos cégeket úgy szerveztek ki, hogy azt mondták, hogy hát egy tevékenységet végezzen egy leányvállalat. A MÁV Vasútör Kft-nél találtuk például azt, hogy beleírták magába a közbeszerzési kiírásba, amikor ugye meg kellett pályáztatni ezt az egész őrzésvédési dolgot, beleírták a közbeszerzési pályázati anyagba, hogy hát ennek bizony az a kockázata van, hogy esetleg a MÁV Vasútör Kft. Elveszítheti a közbeszerzést, ami egy közbeszerzés esetében bizony előfordul, hogy hát nem tudják előre, hogy ki fogja megnyerni. És hát leírták, hogy hát ez rendben van, csak így akkor esetleg több száz ember elveszítheti a munkáját. Azt gondolom, ez sem egy szerencsés dolog, hogyha ilyen közbeszerzéseket kell kiírni. Mindez azt mutatja, hogy nem volt eléggé végig gondolva a legelején, hogy pontosan hova is fogják szétszervezni, és hogy is fog működni ez a bizonyos vállalat. De ez ugyanígy volt informatikától kezdve, rengeteg területet mondhatnánk. Emellett bizonyos cégeket direkt azért szerveztek ki, hogy eladják aztán később. Ugye ilyen volt a MÁV Cargo. Hogy ennek is két példáját említsek, hogy mennyire nem figyeltek oda az eladók a kiszervezéskor és az eladáskor. Ugye előírták azt, hogy 8,5 milliárd forint értékben fejlesztenie kell ennek a cégnek. Ezt az új tulajdonos meg is tette, olyan módon, hogy az Ausztriában hát kvázi feleslegessé vált anyavállalati mozdonyokat átfestette, áttolta a határon, és ezentúl a Rail Cargo Hungária rendelkezésére bocsájtotta. Ezzel ugye korábban a Rail Cargo Hungária MÁV mozdonyokat vett igénybe, hát ezentúl ezt a kapacitást is csökkentette. Tehát azt írtuk elő tulajdonképpen, hogy saját magunkkal, a saját MÁV-os cégünknek a lehetőségeit csökkentjük. Vagy egy másik példát véve, 500 millió forintot adtak évente Dola vagonok támogatására, ez gyakorlatilag tehervagonok támogatása. Ahogy eladták a MÁV Cargót, az azt követő évben nem szüntették meg ezt a támogatást, csak majd egy évvel később. Hogy miért pont csak majd egy évvel később, ez egy jó kérdés, erre senki nem tudott nekem magyarázatot adni. Vagy itt van a debreceni járműjavító esete, aminél ugye nem az volt elsősorban a probléma, hogy eladták, hanem az, hogy hogyan adták el. Ugye ez egy nagyon érdekes történet, talán ilyen késői órán is érdemes azért elmondani, hogy 2006-ban
azt mondták, egy kormányülésnek az anyagában szerepelt ez, hogy 0 forintot ér ez a cég. Ezt követően ez a cég 2 milliárd forintot veszített egy üzleten, majd ezt követően kiderült, hogy 540 millió forintot ér, majd 8 hónappal később kiderült, hogy 69 millió forintot ér. Lehetett látni, hogy nem, senki nem tudta, hogy mennyit ér ez a cég. Ugye kevés pénzt kapott a MÁV, azonban az is látható, hogy ez a kevés pénzre sem tudott feltétlenül vigyázni. Ugye nagyon sok kalandor, kétes cég vetett szemet ezekre a forintokra. Nézzük csak meg, hogy hány olyan cég dolgozik ma a MÁV-nál külsősként, aki korábban a MÁV-on belül dolgozott. Rendelkezett kapcsolatrendszerrel, nem állítom, hogy mind csaló, nyilván természetesen nem, de az nyilvánvaló, hogy a kapcsolatok révén kerültek valahogyan oda, megérezték a helyzetet, a lehetőséget és éltek vele. Ugye, ha biztonságról beszélünk, akkor azért nem lehet elhanyagolni azt, hogy az egyik vezérigazgató jelezte, hogy például őt, amikor a takarítása kapcsán bele akart nyúlni bizonyos folyamatokba, őt megfenyegették, amit ő jelentett a Nemzetbiztonsági Hivatalnak, majd nem történt semmi. Ez is jellemző. Igen. Hogyha tovább megyünk, ugye azt is lehet látni, hogy a szakszervezeti költségek 2002 után sokszorosára emelkedtek. Mi lett volna ennek az eredménye? Hatékonyabb vált-e ettől a MÁV? Én nem láttam ilyen számítást. Nem tudom, hogy a bizottság bármely tagja látott-e. Mondhatjuk, hogy nem volt esetleg sztrájk ettől, de természetesen volt. Annak ellenére, hogy voltak sztrájkok, tehát annak ellenére voltak sztrájkok, hogy a szakszervezetek közül sokan összefonódtak az MSZP-vel, az akkori kormánypárttal. Ugye annó úgy szerepel, ugye a munkatörvénykönyvében még ma is úgy szerepel, hogy 3 tagonként 2 óra jár havonta kötelezően munkaidő kedvezmény. Ez a szocialista kormányzás alatt a duplájára szökkent föl. Ma egy kicsit csökkent, azonban én felvetném annak a lehetőséget, ez nem szerepel az anyagban, de gondolatként szerintem mindenképpen, hogy érdemes lenne azt végiggondolni, hogy mi az, amit szeretne az állam finanszírozni ezek közül. Hiszen ez mind a mi adóforintjainkból megy. És ha már holnap a munkatörvénykönyvéről beszélünk, szerintem egy gondolatkísérletet ez is megérne. A MÁV volt az a cég, amelyikhez talán a legtöbb botrány kapcsolódott az elmúlt 8 évben. MÁV székház, szárnyvonalbezárások, ennek kapcsán alpári politikai alkudozások, ugye emlékszünk egy síros miniszterelnökre, hulló MÁV igazgatókra, csupa-csupa politikai kérdés. Egy cég nem tud így működni, egy cég nem tud így vonzó lenni, nem tud utasokat szerezni. Éppen ezért mondhatjuk azt, hogy rossz gazda volt az állam. Nem volt koncepciója, nem védte, hanem amortizálta a saját tulajdonát, a MÁV-ot. Amortizálta a nyilvánosság előtt is, anyagilag is. Nem fizette ki a költségeket, rossz cég struktúrát hozott létre. 2010 júniusára a MÁV adósságát drasztikusan leminősítették a hitelminősítők, mélyen a spekulatív szint alá. Magyarul senki nem hitte el, hogy ezt valaha valaki ki fogja fizetni. Ehhez képest a mostani kormány átvállalja az adósságot, nem csak a MÁV-nak csinál stratégiát, hanem egy hatalmas közlekedési stratégiát, közlekedési holdingban gondolkodik. Ugyan a MÁV még sokáig fogja húzni ezt a 8 szocialista évét, mégis úgy látom, hogy ezzel a jelentéssel talán lehet húzni egy vonalat. Ez a jelentés alkalmas arra, hogy elszámoljunk egy kicsit a múlttal, húzzunk egy vonalat, és mostantól foglalkozzunk a jövővel, és talán azokkal a pozitívumokkal, amelyek ebben a cégben megvannak. Hiszen ebben a MÁV-ban van fejlődési lehetőség. Egy olyan céggé válhat, amelyre mindenki büszke, amellyel szívesen utazunk. Egy ilyen vállalatot szeretnénk, és annak az első lépése, hogy ezzel a jelentéssel lezárjuk a múltat. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen, Spaller képviselő úr. 2 perccel megadom a szót Józsa István képviselő úrnak, MSZP. Köszönöm a szót, elnök úr. Hát nagy figyelemmel hallgattam, mélyen figyeltem, kicsit be van gyulladva a szemem, és azt hitték ott a túloldalon, hogy szundikálok, de sajnos mélyen figyeltem, és nagyon el vagyok szomorodva. Szóval, hogyha ilyen színvonalú hozzászólások jönnek ki egy ilyen komoly parlamenti vizsgáló bizottságban, mint amit Spaller úrtól hallottam, hát akkor nem tudom, ki fogja felvirágoztatni a MÁV-ot, de maga biztosan nem.
Szóval eleve mondjál egyet, Jenő, kedves Manninger képviselőtársam, a világon egy olyan vasúttársaságot, amelyikre úgy szépen nézed, és akkor vedd mintának. Ugyanis nagyon rossz ellenzéke volt a kormánynak a Fidesz ebben a 8 évben. Tehát amikor ilyen címet adni egy vizsgáló bizottságnak, hogy a 2002 és 2010 közötti időszak vezetett a jelenlegi gazdasági helyzethez. Hát ebben sokkal több van, ezt mindenki tudja, aki egy picit foglalkozott gazdasági rendszerekkel. Megakadni egy outsourcing tevékenységen, fogalma sincs képviselő úrnak, hogy ez hogyan működik, vagy hogyan működhetne. Én nagyon örülök, hogy most a magánnyugdíjpénztárakból beállamosított vagyomból szanálják a MÁV-ot, de ebbe a vizsgálatba semmiféle koncepció nem látszik. Hát tegyék már le azt a közlekedési stratégiát. A MÁV-ot én nagyon szeretném, hogyha környezettudatos emberek használnák. Én partner vagyok abban, hogy ezt tekintsük nemzeti kérdésnek. Csak akkor mutassanak valamit. Szóval az, hogy itt most leszólják az elmúlt 8 év kínlódásait, amikor tényleg a költségvetés nem volt abban a helyzetben, hogy így alányuljon, mint önök a nyugdíjvagyomból. Szóval ez nem koncepció. Jöjjenek ide egy közlekedési koncepcióval, és akkor mi partnerek leszünk abban, hogy virágoztassuk föl a MÁV-ot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. 2 percig Göndör István képviselő urat illeti a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Elsőként én arra szeretném fölhívni Spaller képviselő úr figyelmét, ha megnézné a 35. oldalon lévő táblát. Szóval azt gondolom, hogy itt legalább a jegyzőkönyv számára nem mondjuk azt, hogy a költség, hogy a közszolgáltatás nem volt megtérítve. Képviselő úr, 2 sorba van jelentem. Egyik oldalról azt mondja a 2. sorban, hogy a nettó árbevételből ez van 2006-ig. Mindössze 74 milliárd forint pro év, de ezt követően 2 sorral lejjebb folytatódik, 2007-től már 160 milliárd forinttal, mert pont a privatizációs bevételek azok ott maradtak a cégnél. Tehát az, hogy más csatornán, de a MÁV-ba bennmaradt a pénz, és 2010-ben ez az összeg már 173 milliárd forint volt, és ez a MÁV táblájából tökéletesen látható. A másik kérdés, amikor azt mondja, hogy a székház. Azt gondolom, képviselő úr, a MÁV vezetése akkor lett volna felelőtlen, ha a 2008-as válságkor azt a nagyértékű székházat az Andrássy úton eladta volna. Abban a szituációban az volt a korrekt döntés, hogy nem adják el, hanem megvárják, amikor majd kedvező feltételek mellett lehet értékesíteni ezt az ingatlant. Amin még vitatkozunk, hogy stratégia, meg a holnap-holnap után. Képviselő úr, egyszer a menedzsmentnek majd ki kell mondani, és nekünk itt a patkóba rá kell bólintani arra, hogy valamikor régen egy agrárgazdaságban jeleskedő Magyarországon kialakult egy olyan vasúti pályarendszer, ahol mindenhova el kellett jutni az elszállítandó árumennyiségért, ma ez a áru tömeg már nem áll rendelkezésre. Tehát mindenképpen ehhez kell, hogy igazítsuk azt a pálya szakaszt, amire szükségünk van, amit üzemeltetni akarunk, és amit fent kell tartani. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszönöm szépen. 2 perce Józsa István képviselő. Köszönöm, elnök úr. Azzal a mondattal szeretném folytatni, amivel Göndör István képviselőtársam abba hagyta, és méghozzá úgy, amivel Manninger elnök úrnak volt egy gyönyörű mondata, le is írtam, hogy a MÁV a változó utazási igényekhez való nem kellő alkalmazkodása. Tehát ez egy olyan gyönyörű, a lényeget fogta meg végre. Alkalmazkodni kell a változó utazási igényekhez. Ebben önök eddig nem voltak partnerek. Tehát ha túl tudnának lépni a politikai prekoncepciókon, a választást már megnyerték, túlnyerték magukat. Azt szeretném jelenteni, felhívni a figyelmüket, hogy nem tudnak mit kezdeni a MÁV-val. Tehát javaslatokkal jöjjenek elő, nem azzal, hogy mekkora a gödör, azt mi is láttuk 2002-ben, hogy mekkora a gödör. Valami koncepció kellene.
mondjuk olyan gondolat, amit a elnök úr megfogalmazott, hogy a változó utazási igényekhez való kellő alkalmazkodást tudja megvalósítani a MÁV. Ennek önök mereven ellenálltak. Hát most próbálják megvalósítani, végre felismerték, hogy enélkül nem lehet a szolgáltatási szintet javítani a magyar államvasutaknál, és akkor nem árnyékboxolás lesz, mint ahogy nemrégiben egy kormányoldali előterjesztés vitájában ezt hallottuk, hanem érdemben lehet foglalkozni azzal, hogy adósságrendezés után érdemi fejlesztések történjenek. Mondjuk, hogy a Budai Gyula képviselő úrnak milyen dolga lesz, arra szeretnék utalni, hogy azt hiszem a múlt hetekben emelték meg egy pályarekonstrukció költségkeretét, amiről korábban azt mondták, hogy túl magas, azt most a Fidesz hirtelen 30%-kal megemelte, majd érdemes lenne megnézni, hogy miért. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Korondi Miklós képviselő úr, Jobbik. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. A MÁV vizsgáló bizottság befejezte tevékenységét. Elmondhatjuk, hogy a bizottság ténylegesen elvégezte feladatát azon idő és jogi keretek között, ami a rendelkezésére állt. A meglehetősen szűk keresztmetszet ellenére véleményem szerint alapjaiban feltárta azokat az okokat, amely a MÁV csoport mai helyzetéhez elvezetett. Természetesen nem törekedhetett teljes és részletes tényállás feltárására, már csak az iratok hiányos volta miatt sem. A bizottság elsősorban az érintett MÁV csoport által rendelkezésre bocsájtott iratanyagot tanulmányozhatta, egyes vezetőket, volt vezetőket meghallgatott, akik vagy emlékeztek az adott ügyre, vagy nem. Tehát a korlátozott bizonyítási eljárásból merített, korlátozott tényállásból tudott következtetéseket levonni. Jócskán maradtak még fehér foltok, maga a bizottság is rögzítette, hogy a válaszok a nagyobb horderejű ügyeken alapulnak, a teljes gazdálkodást, illetve a privatizációval érintett valamennyi céget teljes körűen a bizottságnak nem állt módjában, és nem is volt feladata részletesen vizsgálni. A bizottság is elismerte, hogy a kapott dokumentáció több esetben hiányos volt, az elektronikus formában kapott iratokat tartalmazó fájlok közül több sérült és olvashatatlan volt. A feltett kérdésekre a MÁV több hetes átfutási időkkel válaszolt, de több esetben is arról tájékoztatta a bizottságot, hogy a kérdésekkel összefüggő dokumentáció az irattárában nem lelhető fel. Javaslom, hogy a tisztelt ház a bizottság által elkészített anyagot fogadja el, elsősorban azért, mert a vizsgálatot nem zárta le véglegesen, hanem az eleve gyanús kérdésekben javasolta a megfelelő hatósági eljárás megindítását, más esetekben pedig javasolta a további szakértői vizsgálat lefolytatását. Az elfogadásra tett javaslatom mellett a Jobbik képviselő csoportjának külön véleményét beszédem végén fogom ismertetni, vagy ebben, vagy a következő hozzászólási szakaszomban. Az alapadatokat a bizottság feltárta, azok közül csak a lényegesebbeket szeretném kiemelni. A vizsgált 2002-2010 közötti időszakban a személyszállítási teljesítmény mintegy 30%-kal csökkent, a vontatási és pályavasúti teljesítmény ugyanakkor 2, illetve 16%-kal nőtt. A késett vonatok száma 3,5-szörösére emelkedett. A menetrendszerűen közlekedő vonatok száma 96,4%-ról 87,8%-ra csökkent. Menetidőkben összességében kimutatható lényeges csökkenés nem történt, sőt több helyen nőtt a menetidő. A vasúti pályára fordított felújítás és karbantartás összegek reálértéken egyes években harmadára, majd közel felére estek vissza. A MÁV árbevételének 190 milliárd forint körüli stagnálása mellett az anyagjellegű ráfordítások mintegy 20, a személyi jellegűek 30%-kal emelkedtek. Az igazgatási és egyéb általános költségek nagy arányú növekedése közben 14 milliárdot költöttek szervezet korszerűsítési és egyéb tanácsadókra.
A hosszú lejáratú kölcsönök hitelek 12-ről 239 milliárd forintra nőttek, 8 év alatt több mint 70 milliárdot költöttek, ahogy az előző bergben is hallhattuk több képviselőtársamtól. A bizottság által feltárt okok a következők. Kiemelendő az állam által ki nem fizetett közszolgáltatások, így a pályavasút üzemeltetési vesztesége és a személyszállítás ár kiegészítésének hiánya, a szükséges infrastruktúrális fejlesztések több évtizedes elmaradása, a szerkezet átalakítási programok céljaihoz hiányzó költségvetési és közlekedés politikai akarat, a kiszervezések a politika által kezdeményezett, mennyiségi szemlélettől vezérelt bonyolítása és hibás döntésnek számít természetesen a MÁV Cargo eladása is. Megállapíthatjuk, hogy a bizottság a jelenlegi helyzetet többségében a MÁV-on kívüli okokra vezeti vissza, hiszen szinte mindegyik kérdésben, akár a tehetségtelen vezetők kiválasztásában, akár a leányvállalatok értékesítése terén döntő szerepe volt a közlekedési kormányzatnak. Szükségesnek tartom a bizottság alapvető megállapításainak ismertetését a tisztelt ház és a közvélemény tájékoztatása okán is. A MÁV csoport bevételének összetételénél kiemelendő, hogy az állami támogatás, vagyis a működésre és fenntartásra fordított közpénz a teljes bevétel 58%-át adja. Pályavasúti bevétel 13%, személyszállítási bevétel 15%, vontatási-tolatási bevétel 5%, jármű karbantartási bevétel 1%, egyéb bevétel 8%, állami bevétel 58%. A MÁV csoport gazdálkodása a 2002-2010 közötti időszakban az alábbiak szerint alakult. A MÁV csoport eredményét döntően az állami közszolgáltatási költségterítés és az egyéb állami szerepvállások határozzák meg az egyszeri tételek mellett. A 2002-2006-os időszakban a hitelszanálásokkal a felhalmozott adósságállomány lecsökkent, de a közszolgáltatási szerződések hiányában az alulfinanszírozás gyakorlata folytatódott, mely az eszközpark leromlásával, a fejlesztési programok elmaradásával járt. A MÁV ZRT gazdasági finanszírozási helyzete miatt 2007 év elejére újabb állami szerepvállalás vált szükségessé, 111,6 milliárd forintos tőkejutatással és 160,7 milliárd forint állami költségtérítéssel javított a helyzeten. A 2008. év végén a MÁV Start ZRT a költségvetési előirányzatnál magasabb költségtérítést kapott, így a csoport működése fenntartható volt, illetve az év végén befolyt a kargó értékesítéséből származó 97,4 milliárd forintos bevétel. 2009-ben a kargó értékesítés bevételének MÁV ZRT-nél hagyása jelentős részben az esedékes adósságszolgálat teljesítését és eszközfejlesztéseket szolgált, valamint a működéshez is hozzájárult. A gazdasági válság bevétel elmaradása mellett a pályavasút költségtérítése csupán 389 milliárd forint volt, az eredményt és a finanszírozási helyzetet a MÁV ZRT által a 2004-2005 években áfa arányosítás miatt ráfordításként elszámolt áfa visszaigénylés és annak kamata 19,2 milliárd forint javította. 2010-ben a módosított költségvetési törvény szerint a személyszállítás 148 milliárd forint, a pályavasút 23 milliárd forint költségterítést kap, valamint 10 milliárd forint kötvénykibocsátást hagyott jóvá a tulajdonos, így a beruházások csúszása árán a 2010. év finanszírozható volt. A bizottság kiemelte, hosszú távon megoldást a közszolgáltatási szerződés megkötése jelenthet. A MÁV Start ZRT 2008 és 2009. években egy-egy éves 2010-től 3 évre szóló szerződéssel rendelkezett. A pályavasúti üzletággal várhatóan csak 2011-től rendeződik a finanszírozási kapcsolat. A közszolgáltatás költségtérítésre nem nyújt fedezetet a hitelekhez kapcsolódó adósságterhekre, valamint a szolgáltatási színvonal javítását szolgáló beruházásokra.
A teljesítmények csökkenése mellett a MÁV csoport összes konszolidált bevétele 2000 és 2009 között 125 milliárd forinttal, 59%-kal, összes ráfordítása 129 milliárd forinttal, 55%-kal emelkedett. Adózás előtti eredménye 4 milliárd forinttal, 18%-kal romlott, a csoportszintű konszolidált EBITDA 42 milliárd forinttal javult. A MÁV csoport részére juttatott működési támogatások összege folyóáron számítva 137 milliárd forinttal, azaz 188%-kal nőtt. A működési támogatások aránya az összes hozamon belül 33%-ról 58%-ra emelkedett, amely mindössze a személyszállítás alulfinanszírozottságát oldotta meg. A vasúti infrastruktúra működtetéséhez közvetlenül kapcsolódó költségtérítés minimális mértékű volt, a bevételekkel nem fedezett, indokolt üzemeltetési költségek megtérítésére nem került sor. 2000 és 2009 között a konszolidált mérlegben a mérleg főösszege értéke 265 milliárd forinttal 41%-kal nőtt, a befektetett eszközök értéke 187 milliárd forinttal 32%-kal emelkedett, összes eszközön belüli arány azonban 89%-ról 84%-ra csökkent. Ugyanezen időszak alatt a saját tőke értéke 411 milliárd forinttal 87%-kal csökkent, és a saját források aránya 73%-ról 7%-ra romlott, annak ellenére, hogy a tőkejellegű állami támogatások együttes összege folyóáron számítva 492 milliárd forint volt. A pályavasút költségeit átlagosnál nagyobb mértékben fedezi a pályahasználati díj. A pályaállapotot alapvetően meghatározó szinten tartó karbantartási és felújítási források 2000 és 2009 között folyóáron számítva 20%-kal nőttek, azonban a 2000 évi reálértéken számítva 34%-os a csökkenésük. Az időszak egészében a változás nem volt egyenletes, 2003 és 2006 között a karbantartás és felújítások összege a 2002 évi felére esett vissza. A szinten tartó forrás szűkülését a felújítások csökkenése és a karbantartások növekedése kísérte. Nemzetközi összehasonlításban mind a karbantartási, mind a pályavasúti beruházások fajlagos összege rendkívül alacsony, az európai vasutak átlagának alig negyede. Mindenképpen szükséges az eszközpark állapotáról is egy pár gondolatot ejteni. A vasúti járműpark jellemzően a 60-as és 70-es években nagy szériában gyártott járművekből áll. A személyszállítási járművek elavultak, átlag életkoruk 33 év, 42%-uk 30 évesnél is öregebb. A járművek átlagos fajlagos karbantartási és felújítási ráfordításainak éves összege 10 év alatt reálértéken számítva 35%-kal csökkent. Ez csak azért nem okozott nagyobb kapacitáshiányt, mert a kereslet komoly mértékben lecsökkent. 2000-2010 között a vasúti személykocsik száma a selejtezések következtében 646 darabbal, 21%-kal csökkent, amelyet a motorkocsik számának 104 darabbal, 32%-kal történő növegetése kismértékben ellensúlyozott. Lelassultak, illetve leálltak a 30 éves eszközök pótlását biztosító beszerzések. A személyszállítási járműberuházások összege 2000 és 2010 között 170,8 milliárd forint volt, amelynek reálértéke 115,3 milliárd forint. 2006 és 2009 között több mint 90 milliárd forint értékben került sor motorvonatvásárlásokra, amelyek javították a járműállomány átlagos műszaki színvonalát. A mozdonyállomány előregedett, 79%-a meghaladja a gyártáskor tervezett 30 éves élettartamot. 10 év alatt a mozdonyokkal kapcsolatos beruházások nominál értéken évente azonos szinten alakultak, reál értéken számítva azonban 50%-kal csökkentek, így az elmaradt beruházások, felújítások és karbantartások mértéke mintegy 100 milliárd forint. Az ingatlan vagyonról röviden. A MÁV részvénytársasággá alakításakor a társaság rendelkezésre bocsátott ingatlanok tulajdoni viszonyai nem kerültek rendezésre.
A jelenlegi állapot szerint a számviteli nyilvántartásban 132 ezer ingatlan szerepel, ebből 113 ezer épület és építmény, valamint 19 ezer földterület. Ezzel szemben a földhivatali nyilvántartás 16 ezer földingatlan tartalmaz, amely 6,5 ezer kincstári és 9,5 ezer MÁV tulajdonú. A földhivatali bejegyzés hiánya és a tervezett telek átalakítások befejezetlensége akadályozza az ingatlanokkal való rendelkezési jog gyakorlását. Jelentősen növekedtek a szakszervezeti költségek. A megküldött adatszolgáltatásból is kiderül, hogy a szakszervezet